Az előzetesen kialakított költségvetéshez képest a koronavírus járvány jelentősen átírta a lehetőségeket. Egy sokkal takarékosabb gazdálkodásra kell átállni, hiszen a bevételek nem a tervezetnek megfelelően érkeznek majd, mondta Apelszófer Ágnes polgármester, értékelve a koronavírus járvány után kialakult helyzetet. Február közepén fogadtuk el a költségvetést, és akkor még egy magabiztos tartalék volt az működés és fejlesztés tekintetében is, amivel számoltunk. És az élet úgy hozta, hogy az adóbevételeink semmiképpen nem fognak úgy alakulni, bizonyára nem fognak úgy alakulni, ahogy mi ezt terveztük. Ugye az előző évek bevallásai alapján terveztük mi az adóbevételeinket, ami nyilván teljesülni fog az a kommunális adóbevétel, és a gépjárműadót ugye a törvény erejénél fogva ebben az évben és a jövő évben át kell engednünk az államnak, és az iparűzési adóbevétel az, ami tervezetten egy 400-420 millió forint körül szokott lenni az utóbbi években, és ezzel számoltunk ebben az évben is. Ez vélhetően csökkenni fog, és még a mértékét sem tudjuk számolni, hogy milyen mértékben. Tehát ez nyilván függ attól is, hogy mennyire vannak kiszolgáltatva a külföldi cégeknek. Ugye tudjuk azt, hogy Tolnán két nagyon nagy foglalkoztató, ami egyébként megyei a Fasztron, ugye korábban több mint 700 főt foglalkoztatott, az ő tevékenysége nagyban függ a nemzetközi gazdaságtól és az autóipartól, és az Interplus Kft., ami szintén több száz főt foglalkoztat, ők is nagyon függenek. Az ő bevétele, illetve az ő bevételeik nyomán a mi iparűzési adóbevételünk is nyilván csökkenni fog, nem tudjuk, hogy mennyivel. És ami most még bizonytalan, az, hogy ugye kitolták az iparűzési adóbevételt szeptember 30-ára, nekünk szeptember 15-ig ki kéne vetnünk az iparűzési adót, és egész egyszerűen nem fogjuk tudni, tehát átmenetileg most döntöttünk arról, hogy egy 50 millió forint hitelkeretszerződést kötnénk a számlavezető bankunkkal. Remélem, hogy nem lesz probléma a bérfizetés és az évvégi működés finanszírozása. Azt mindenképpen szem előtt akarja tartani a városvezetés, hogy az intézményei működőképesek maradjanak, és a városüzemeltetés feladataira is jusson elég forrás. A leges-leges legfontosabb, akkor, amikor mi számoltunk ezekkel a bevételeknek a kiesésével, és ugye a járványhelyzet beköszöntekor teljesen bizonytalan volt az is, hogy az állami normatívát a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozására hogyan kapjuk meg. De az elsődleges cél az volt, hogy bért tudjunk fizetni mindazoknak, akik önkormányzati vagy önkormányzati intézményi dolgozók. Tehát nem szerettünk volna senkit utcára tenni, ez sikerült is, és hogy magabiztosan tudjuk finanszírozni a város működését, rezsiszámlákat, ugyanúgy történik a fűnyírás, azok a mindennapi dolgok, amik egyébként a város életében nagyon fontosak és látványosak. És aztán vannak olyan költségek, amiket muszáj elhagynunk, mert évvégéig nem, vagy évvégére nem feltétlenül tudjuk majd akkor a kötelező működést is finanszírozni. Ennek egy ilyen része volt az is, hogy én saját hatáskörben felfüggesztettem a sportegyesületek finanszírozását. Tehát korábban döntöttünk még februárban arról, hogy mennyivel támogatjuk azokat a kiemelt sportegyesületeket, akik a városban működnek. Én felfüggesztettem a folyósítást, és most arra tettem javaslatot, hogy a pandémia idejére, tehát ez a 2020. március 11-től június közepéig, végéig való időszakra, amikor nem is lehetett se edzést tartani, se versenyeztetni, tehát versenyre utazni. De semmiféle ilyen kiadása nincs az egyesületnek, erre az időszakra ne kapják meg a támogatást, és a képviselőtestület ezt elfogadta. Gyakorlatilag itt a sportegyesületi támogatások körülbelül negyed része az, ami nem fog kifizetésre kerülni. Mindez a sportlétesítmények üzemeltetését nem érinti, az erre első költségeket továbbra is folyósítja a hivatal.